Los Angeles. Está bien. Estamos listos. Casi pronto. Elindult. Jó van, kövessétek. Véres vakáció. Már is jövök. Jó vakációt, Harry. Kösz. Üdvözlöm Monikát. Átadom. De megkérhetlek, hogy tartsd szemmel a házat. Persze. Majd küldj egy lapot Rómából. Rendben. Aztán ügyes légy. Remélem, hogy kivégültek. Kösz. A rossz fiúk a reptér felé tartanak. Vettem. Remek. Jó reggelt! Jó reggelt! Parancsolja! Köszönöm. Mr. Gordini? Igen. Egyedül utazik? Igen. Rendben. Átszállás a Miami International reptéren. Végső úti cél Róma, Olaszország. Aha. Csomaguk? Egy táska és egy bőr. Miamiban át kell vennie. A nemzetközi járaton majd újra átvizsgálják őket. Rendben. Elnézést. Rendben, jó utat. Köszönöm. Rajta vagyok. Köszönöm, fiúk. Hé! Mi történt? Semmi gond, megoldódott. Meg! Miami. Nézd, ott van! Papa! Joey, nagyfiú! Hiányoztál. Szia! Szia, Harry! Hogy utaztatok? Jól, át is raktuk a csomagokat. Igen. És mi újság? Nézd! Ezt miért kellett elhoznotok? Hát, nem olyan könnyű lebeszélni róla. Imádja ezt a játékot. Igen. Menjünk a csomagomért, ne? Ezt nézd meg!
Hé, Joey, úgy látom legalább ennyit nőttél az elmúlt két hónapban. Joey, hello, hé! Nem keresnéd meg a csomagjaimat? Kettő van. Persze. Kell egy kis idő, amíg újra hozzátszokik a gyerek. Na igen, tudom. Na és te? Én igyekszem. Hiányoztál. Te is nekem. Nap, mint nap. Ami a munkámat illeti, én kezdek hozzászokni. Hát ez nagyszerű. Többet akarok vele lenni. Joey miatt tetted? Eddig hetente egyszer jöttél haza, de szeretted a munkádat. Ezután minden nap hazajössz, miközben utálod azt, amit csinálsz. Ha te boldog vagy, mi is azok vagyunk. Ez ilyen egyszerű. Én nem hiszek benne. Nézd, Harry, én tényleg megpróbálom. Papa, itt jön a bőröntöd. Joey, az enyém is hasonló, de nem volt rajta az a fehér madzag. Csak keresd tovább, jó? Hello. Problemas? Nada. Na, francba. Nem nyílik. Egy pillanat. Szóval? Mindjárt kinyitva meglátja. Földre! Adolfo Jones? Igen, én vagyok. Elkaptuk. Hé, hey, hogy sikerült megszervezned? Felhívtam egy-két embert. Ismersz, nem? Örülök, hogy együtt vagyunk. A Miami rendőrség kábítószerügy osztálya. Miért nem feszítjük fel? Hogy aztán Mr. Jones feljelentesen rongálásért? Nem. Betartjuk a szabályokat. Ez mi a fene? Maga szerint mi az? Az irodámba. A disznó átvert bennünket. Oda néz, röhög rajtunk. Nem tud mit csinálni. Őt is meglepte a dolog. Na és mit érünk vele? Nincs bizonyítékunk. A videófelvételen abba bőrönbe tették az anyagot. Igen? Melyik részébe? Vesztettünk. Elsétálhat. Süllyessenek, uraim, vacsorázni megyek, és nem akarom megváratni a hölgyet. Vegye le. Nem, nem. Maga tette rám, maga vegye le rólam. Elnézést. Ó, majd elfelejtettem. Mm-hmm.
Róma. Joey, tudtad, hogy a nagyszüleid innen származnak? Egy Szardínia nevű szigeten laktak. Mutattam a térképen. Emlékszel? Persze, a Szardínia, mint a halkoncert. Szóval itt töltünk néhány napot, aztán irány Szardínia. És ott búvárkodunk. Ahogy mondtad. Ne. Amikor gyerek voltam, az apám addig vert, még elmondtam az igazat. Szóval ott tartottunk, hogy megjelölted a bőröndöt egy madzaggal. És aztán... Nem tudom! Nem tudom! Általában naponta végzünk hasonló rajta ütéseket sikeresen. Semmi szükség, hogy a nyakunkra küldjön egy washingtoni pojácát. Jól van. Csak egy valami. A CIA kábítószer ügyosztálya. Nehéz eset. Legközelebb talán. A talán túl kevés, John. Uram, azt hiszem, hogy nem ért én. Nem pénzügynök. Én tökéletesen értem a helyzetet. Maga hamarosan elkapja nekem Adolfo Jones-t. Van kérdése? És ha nem sikerül? Én bízom magában, John, és nem szeretném... Ha csalódást okozna, nem szívesen válnék meg magától. Elég világos? Igen, uram. Munkára fel, John. Jó vadászatot. Azt hiszem, nem az ő hibája volt. Egyforma bőröndök lehettek, elcserélték őket. Sose fordult elő. Csak hogy most mégis. Hol a főnököd? Ott van. Elveszett az árum? Jól hallottam? Szerencsétlen baleset. Az egyik utas elsétált a bőröndel. Sajnálom, hogy emiatt ide kellett repülnie. Az emberem nem volt elég óvatos és elszúrta. Én vállalom a felelősséget érte. Kifizetem magának. Tudom, hogy a nagybátyámmal barátok. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű. A nagybátyád Don Pablo nem hiába bízta pont rád ezt a szállítványt. Melyik a legújabb embered? Armando. Miért? Családos ember? Nem. Venga! Ez itt a legújabb árunk. Próbáld ki. Mondj véleményt róla. Látod? Van egy apró probléma, Adolfo. Abban a bőröndben nem egyszerű heroin volt, hanem egy új anyag, amin már 10 éve dolgozunk. Nem tudom pontosan megmagyarázni neked, hogy mi az az anyag, én nem vagyok tudós. De annyit elmondhatok, hogy egy rendkívüli koncentrátum. 1000-szer hatékonyabb, mint a heroin. Hihetetlen! Szóval... A bőrönben lévő áru nem rongyos 200 000 dollárt ér, mint gondoltad, hanem potom 200 millió dollárt. Az a tény, hogy Don Pablo rokona vagy, nem jelent védelmet. 7 napot adok, hogy visszaszerezd az árut. Odaadjam a kulcsot? Mit nézel? Nem is tudom. Nyisd ki, papa. Csinosak. Már értem, miért jöttünk Olaszországba. Hol a kulcs? Nyisd már ki. Türelem, már is nyitom. Azt
Már nem, most nem pakolunk ki, megyünk sétálni. Gyerünk. Joey, muszáj azt is hoznod. Na, futás. Itt van az utaslista. 58-an voltak a gépen, ellenőriznünk kell minden egyes embert. Ezen kívül figyelemmel kísérjük Adolfo Jones minden lépését. Amikor a bőröndöt kinyitottuk, még nálunk is jobban meglepődött. A legkevésbé sem várt búvár cuccra. Szóval meg kell találnunk az elcserélt bőröndöt, lehetőleg mielőtt a rossz fiúk a nyomára bukkannának. Szerencsétlen utas igencsak meg lesz lepve, amikor meglátja a cuccot. Miami-ban lehet? Vagy elrepült? Várj egy percet! Miből is indulunk ki? Búvárruha, búvárszemüveg. A fenébe. Minden a bőrönben van. Ide néz. Manny szörfboltja, Venice, Kalifornia állam. Joy G. Hát akkor irány Kalifornia. Gelato. Olaszul fagylalt. Gelato. Azt hiszem, a mama éppen azt vesz neked. Francba? Nem kérsz? Ez elromlott. Megcsinálod? Hát, kicsit később, jó? Na gyere. Most pedig van egy meglepetésem. Gelato? Nem. Nézd. Mi az? Gyere, üljünk le. Tudod, hogy mi ez? Ez itt a Kolosseum. Az egyik leghatalmasabb római kori építmény. Itt harcoltak a gladiátorok. Mama! Ez itt csak a fiú klubja, vagy lányokat is befogadtok? Ha megmutatod, mit hoztál? Valami finomat. Gelátot? Sokkal jobbat. Gyümölcset. Gyümölcs. Az eddig ellenőrzött 49 utas közül senkinek sem volt kék Samsonite bőröndje. Marad még 9 esélyes. 4-en Londonba repültek, a követség emberei már keresik őket. 5-en Los Angelesiek. Hagytunk üzenetet nekik, de mégsem. Szóval haladunk. Igen, szűkül a kör. Ez az 5 ember a legesélyesebb. 4-en közülük családosak. Papa, mama, 2 gyerek. És az ötödik? A neve Harry Gordini. Egyedül él. Nincs otthon senki. Venice Beach, Kalifornia állam. Viszlát! Hello, és visszavárom. Jó napot. Maga adta el? Igen, ezt tőlem vették. De már jó ideje. Hogy van a gyerek? Ó, nem. Nem én vettem, csak a strandon találtam, és vissza szeretném adni a tulajdonosának. Egy név van beleírva, Joey G. Gondoltam, hát ha maga tud nekem segíteni. Biztos hiányzik a gyereknek. Hadd kérdezzek valamit. Miből gondolja, hogy meg tud etetni ezzel a szép kis tündérmesével a becsületről? A francba. Egy kicsit sántít, mi? Na jó, őszinte leszek a feleségem, meg én elváltunk, és nyomát vesztettem. Szóval nem is tudom, talán arra számítottam, hogy esetleg megmondja a címét. Hát jó, az őszinteség levesz a lábamról. Nézzük, mit találunk. G, ugye? Szerencsére egyetlen G betűs van, és pedig... Harry Gordini. Gordini? Hát ez remek. Megvan a címe is talán. Hogy került magához az a... Mégis ki a fene maga? Mi folyik itt? Nyitva. Szörfözni mentem.
Elaludt? Igen. Fáradt vagyok. Adj még egy kis időt, rendben. Persze, ez nem a maraton. Istenem, gyűlölöm a szállodákat. Szardinián majd minden sokkal jobb lesz. Megígérem. Jó hét. Jó hét. Nincs otthon. Segíthetek? Roy Murdock, FBI nyomozó. Ez itt Gordini lakása? Igen, de most nincs itthon. Hé! Hey! Hello! Van itt valaki? Bénz vagyok. Megvan a fickó. Eric Gordinit keressük. Honnan tudod? Feldúlták a házát. Figyelj, a szomszédai szerint Gordini Olaszországban nyaral. Nem tudják hol, de majd érdeklődöm az iskolában. Iskolában? Csak nem diák. Tanár. Majd hívlak. Szép munka volt. Murdock vagyok. A fickó neve Harry Gordini. Most Olaszországban van. Jól érezted magad itt Rómában? Igen, köszönöm. Itt a zsákod. Most visszamész Amerikába? Nem, a Szardiniákhoz. Szardinián töltünk 2 hetet. Oh, Szardínia. Az gyönyörű. Bellissimo. Buon viaggio. És jó szórakozást a szigeten. Grazie. Biztos be akarsz menni? Igen, Gordini tanár úrnak. Muszáj a nyomára bukkannunk. Hello. Hello. Segíthetek? Ó, igen. Remélem. Tulajdonképpen milyen iskola ez? Kriminológiai és jogi főiskola. Értem. Én Harry Gordinit keresem, a biztosítási ügynöke vagyok, és alá kellene írnia ezt. Szabadságom van. Szabadságom van. Értem. Nem tudja véletlenül, hogy hol találom meg? De igen, elérheti a Plaza Hotelben, Rómában. Köszönöm. Viszlát. Szardínia. Én is alig várom, hogy elsek egy igazi szardíniai vacsorát. Én is. Nem sokára odaérünk. Előbb megkeressük a házunkat, és azután gondoskodunk a gyomrunkról. Mikor búvárkodunk? Holnap reggel első dolgunk lesz. Nagyon jól csinálom. Nagyon jól csinálod.
Segítek, gyere. Drágám, ez valami meseszép. Egyszerűen hihetetlen. Gyere. Hát, mégsem volt túl éhes. Úgy tűnik, nem. Na és te? Van egy élelmiszerbolt a faluban. Akarod, hogy lemenjek egy kis ennivalóért? Ó, igen. Ki vagyok éhezve. De nem ennivalóra. Nem ennivalóra. Señor Jones, gondolom. Pablo. Isten hozta önöket. Köszönöm, hogy kijöttenek. Módosítani kell a tervet, a madárka kijelentkezett. Nincs probléma. Beszéltem a portással, és a pénz sok ajtót kinyit. A Gordini család 2 hétre Szardíniára utazott, de már is foglaltattam helyet a reggeli képre. Ott jó embereink vannak. Megtaláljuk őket. Köszönöm a segítséget, nagyon hálás vagyok. Apropó, mikor a portással beszélt, megkérdezte tőle, hogy... A válasz? Igen. Signor Gordininek van egy kék bőröngye. Drágám, ez támulatos. Köszönöm. Képzel csak el, a faluban mindenki úgy beszél, mint a nagyszüleim. Itt otthon vagyok. Hát üdvözöljelek én is otthon. Hagyjuk a reggelit és bújjunk vissza az ágyba. Megyünk búvárkodni. Te nem vagy éhes? Nem vagy éhes. Tudtad, hogy itt Olaszországban senki sem mehet a vízbe reggeli előtt? A papa gyönyörűen megterített nekünk. Úgy tűnik, rossz kulcsot hoztam. Most nem foghatod rám. És ami még rosszabb, az az érzésem, hogy ez nem az én bőröndöm. Neked fogalmat sincs, hány esetben segített a férfiakon a női találékonyság. Siess, kiül a kávé. Kösz. Te csak reggelisz, kicsim. Joey, ne aggódj, rendben, nincs semmi veszve. Betartom, amit ígértem. De hol van? Elcserélték a bőröndünket. Emlékszel arra a fickóra a reptéren Miami-ban? De azon a bőröndön volt egy fehér mocak. Miami-ból hoztuk magunkkal ezt a cuccot. Nem tudom. Nem az a lényeg, hogy honnan, hanem az, hogy itt van. Nézd, üljünk csónakba, menjünk ki a nyílt vízre, és dobjuk be. Dobjuk be a vízbe. Nem lehet. Vissza kell adnunk. Kinek? A rendőrségnek. Idegen országban vagyunk. Ezt hogy magyarázod meg nekik? Vissza kell vinnem Rómába. Kinek? Az amerikai követségre viszem, majd ők utána járnak. Nézd, Harry. Túl veszélyes, inkább ne ásd bele magad. Figyelj, oda viszem, átadom, és az első géppel visszajövök. Csak vigyél ki a reptérre. Tehát újból elkezdődnek... Semmi sem kezdődik el. Minden rendben, érted? Semmi sem történhet velünk. Elérted? Te jó ég. Mi újság van? Ezt nézd meg. Szép család.
Ó, és tessék. Meglepő, nem? Nem sokaknak osztogatnak ilyen kereszteket. Beszéltél a helyiekkel? Igen, már várnak. Mondtam, hogy keressék meg Gordinit. Még mielőtt Adolfo Jones találja meg. Biztos, hogy ő volt az iskolában? Igen, illik rá a személy leírás. Fél órával előttem jár. A francba. Drágám, kérlek, légy óvatos. Szeretsz még? Most és mindörökké. Bíz bennem, jó? Minden rendben, minden csodálatos. Hívlak, ha végeztem. Nincs hősködés. Nincs hősködés. Hé, gyere. Vigyázz a mamára. Ülj be, indulj. Megvannak. Alig egy órányira laknak. Mondtam, hogy nem lesz nehéz. Higgye el, ez itt egy kis közösség. Nézze! Szép. Igen. Mr. Baines. Igen. Rádión küldték önnek. Köszönöm. Mit írnak? Kijelentkeztek a szállodából. Nem tudják, hol vannak. Talán még jobb is. Legalább Adolfo Jones nem talál rájuk. A római amerikai követség. Segíthetek, uram? Igen, sürgősen beszélnem kell a nagykövettel. Megkérdezhetem, mi van a bőröndben? Sajnos nem tizedes. Csak vigyen a nagykövethez. Erre parancsolj. Köszönöm. Itt várjon, uram. Köszönöm. Becsomagoljuk őket a lepedődbe. Ez nem is rossz ötlet. Hey, igen. Vámos. Tehát azt hiszi, hogy Miami-ban történt. Nagyon valószínű. Azonnal felhívom Washingtont. Julia, kapcsolja nekem Beasley-t Washingtonból. Igen. Hát akkor keresse otthon, nagyon sürgős. Hol szállt meg Rómában? Sehol, már is indulok vissza Szardíniára. Ezt nem engedhetem meg. Nem is kértem engedélyt öntől. Megadtam a villa telefonszámát, ott bármikor elérhet. Viszlát, uram. Nem mehet sehová, Mr. Gordini. Kérem, üljön le. Most megölhetném ezt a katonát. Azután magát. De nem teszek ilyet. Azt tettem, amit egy becsületes polgárnak tennie kell. Most megkapták a bőröndöt. Úgyhogy ezentúl semmi közöm a történethez. Ki maga? Sajnálom, kérdés. Kicsoda maga? Bénysz ügynök? Ó, én Roy Murdoch vagyok. Ez az úr itt. Elnézést, Delacortis ezredes vagyok. Menjünk a követségre. Igen, vezesse be őket. Hé! Hey. Roy Murdoch! Tényleg te vagy az? Hogy vagy, Gász? Rég láttalak. Ez itt John Baines, a CIA ügynöke. Hello. És Delacortese ezredes. Ismerjük egymást. Hogy van, Giovanni? Jól, köszönöm. Micsoda hihetetlen egybeesés. Alig egy órája telefonáltam nektek. Nekünk? Erősítésért, miközben ti már itt vagytok. Most érkeztünk, miről van szó? Már is mutatom. Mi ez? Egy fickó besétált vele. Előadott valami hihetetlen sztorit, aztán elment. Oh. Szia, drágám, én vagyok. Most indulok vissza. Értem, jössz? Harry, van egy kis gond. Joey-val történt valami? Vissza kell hoznod azt a bőröndöt. Miről beszélsz? Hozd vissza azt a bőröndöt. Hozd vissza a bőröndöt, Harry. Ha még élve akarod látni a családodat. Kibeszél.
Az nem fontos, Harry. Hozd vissza az árumat. Ha nem, meghalnak. Jó, értettem. Beszélhetünk. Eddig már vissza kellett érnie. Kicsöng. Kösz. Visszaszerezted a cuccod? Halló. Mi van? Mi van? Adolfo Jones. Messze van? Nem. Nincs messze, kb. Fél órányira. Csak időben érkezünk. Szerint 6 óra körül rabolták el őket. Legalább 4 voltak. Honnan tudja? 4 cigarettát szívtak. Jó megfigyelő. Adolfo Jones nem dohányzik. Minimum 5 vannak. És ki ez az Adolfo Jones? Emberrablásról lévén szó, az ügy immár a helyi rendőrségre tartozik. Szerencsére vagy sajnos, vannak ilyen jellegű tapasztalataink. Mi az, hogy sajnos? A kontinensen nem jelent problémát, de itt a szigeten sok a hegy, tele barlangokkal, rengeteg búvóhelyet találhatnak. Több ember kellene. Nem, az itt sajnos nem segítene. Igen? Ezt elszúrtad, Gordini? Nagy hülyeség volt bevonni a rendőrséget az ügybe. Nem tettem. Megtaláltak, mint ahogy te is. Nem én szóltam nekik. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ha nem kapom vissza a cuccot, te sem látod a családodat. Ha szórakozol velem, egyenként küldöm a testrészeiket, megértetted? Szólj Bainesnek, hogy hozassa ide a bőröndöt. És ha ideért, újra hívlak. Prisma. No. Telefon cellulare. Ugye megértik, uraim, hivatalosan nem engedhetem meg a cserét. Törvényellenes. Hivatalosan? Maga nős ember, vannak gyerekei. Mire várnak még? Hívják fel Rómát! Azonnal!
Rendben, de nem tetszik nekem. Nem tetszik. A váltságdíj 20 kiló tiszta kábítószer. Nem érdekel, most a családom életéről van szó. Poveraccio, non li rivedrà più. Parla italiano, signor Gordini? Tessék. A neve szerint olasz származású. Hogy tudok-e olaszul? Nem, már a szüleim sem tudtak. Poveraccio, saranno già morti. Stai zitto. Nem hiszem, hogy bízhatunk benne. Miről beszélnek? Meg akarjuk védeni. Én nem kértem a védelmüket. Egy bőrönt kábítószer rendel. Gordini, bizalmas anyag. Szóval, Gordini, mit jelent ez? Azt, hogy bizalmas. Nem akarja elmondani? Megkérdezem a központot. Megérkezett az árum. Igen. Helyes, akkor jól figyelj. Egyedül kell elhoznod nekem a bőröndöt. Nincs üzlet. Hogy mi? Előbb beszélni akarok a feleségemmel. Rendben, azután. De csak is azután tárgyalhatunk a cseréről. Idióta, ezzel a kis játékkal veszélybe sodorta a családját! Hé! Hey. Bocsánatot kérek, én nincs jogom, hogy... Nézze, Gordini, nem állítom, hogy tudom, mi megy keresztül. De nekem is van családom, és gondolom, hogy mit érez most. Én megértem, hogy dühös. De nyugodtnak kell lennie, hogy tisztán lásson. Az vagyok. Nyugodt. Nélkülünk nem megy semmire. Meglátjuk. Uraim! Gyorsan! Igen. Rendben van. Fél órája magnóra vettem a feleséget hangját. De én azt mondtam, hogy beszélni akarok vele. Ne légy ilyen telhetetlen. Hé, én vagyok az Monika. Azt mondták, hogy állítólag hallani akarod a hangomat. Jól vagyok, és Joey is. Figyelj rám, Harry, a következőket üzenik. Ne keres, ismétlem, ne keres bennünket. Hogy hol vagyunk, az nem számít, biztonságban vagyunk. Istenem, Harry, be kellett volna dobnunk a vízbe a bőröndöt a nyílt tengeren. Nézd, tedd, amit mondtam, kérlek. Ó, Istenem, fogadd meg a tanácsot, Harry. Fogadd meg. Holnap délben újra hívlak. Még élnek. Szerencsénk van. Visszajátszanak? Figyelj rám, Harry. A következőket üzenik. Ne keres, ismétlem, ne keres bennünket. Keres bennünket. Istenem, Harry, be kellett volna dobnunk a vízbe a bőröndöt. Be kellett volna dobnunk a vízbe. Üljünk a csónakba, menjünk ki a nyílt vízre, és ott dobjuk be, dobjuk be. Hol kellett volna bedobnunk a bőröndöt? Menjünk ki a nyílt vízre, és ott dobjuk be. Melyiken lehetnek? Melyiken?
Jó reggelt, Baines. Jól aludt? Elég jól, csak keveset. Hol van Gordini? A mosdóban, gondolom. Nem, én voltam ott. Talán elaludt. Hívjanak, amit megtudtak valamit. Megtaláljuk, nem tűnhet el. Nem ismeri a szigetet. Amerikai tengerészeti támaszpont Nápoly, Olaszország. Parancsnokot keresem. Ott beszélget. Elnézést! Ön a hírszerzés parancsnoka? Jól van. Igen. Igazolná magát? Köszönöm, hogy fogadott, ezredes. Nem szívesen tettem, Mr. Baines. Az admiralitás rendelkezett így. Ezért is jöhetett ide. Lássunk hozzá. Miért érdekli Gordini aktája? Tudnom kell, hogy ki ő, és hogy mire képes. Gordini tengerészgyalogos volt, és bármire képes. Igen? Milyen területen szolgált? Mindenfélén. Harry Gordini az egyik legtökéletesebb katonája volt a hadseregnek. Hol szerezte a kitüntetést? 94-ben, a sivatagi viharban. Egy túszmentő akció során 10 embert kimentett és megölt 52 iraki katonát. Egyébként 93-tól rozsomák a fedő neve. Maga tudja, mi az a rozsomák? Valamilyen borz? Ugyanaz a család. De van egy apró különbség. A rozsomák akkor is öl, amikor egyáltalán nem éhes. Torkos. Ő a legagresszívabb a borzok családjában. Ha jól értettem, Adolfo Jones-t akarják elkapni. Ha az ön helyében lennék, igyekeznék ne, hogy Harry találja meg. Köszönöm, parancsnok. Nincs mit. Azt mondhatja, ami le van írva. Egy szóval sem többet, világos? Üljön le! Harry, ha nem jössz a telefonhoz, azt mondja, megöli Joey-t. Én hiszek neki. Nézd! Kérlek, figyelj! Hol írja, hogy nézd? Hol írja, hogy nézd? Kezdje újra! Harry, ha nem jössz a telefonhoz, azt mondja, megöli Joey-t. Én hiszek neki. Kérlek, hallgass rá, és tedd, amit mond. Körözzetek tovább. Ha végeztem, visszajövök.
Igen? Baines, adja Gordinit. Most nem tud ide jönni. Tessék? De rosszul van, éppen most hányja ki az ebédjét. Nézze, hívja pár óra múlva. Kérem. Éjfélkor újra hívom. Ha nem ő veszi fel, megölöm a gyerekét. Semmi. Nézzetek körül! Anya! Csendet! Paco! Mi történt? Papa! Hé! Hey, láttál valakit? A papám majd elintéz benneteket. Joey, ülj le! Még egy hang, és meghalsz! Kus legyen! Jorge! A te emberednek most vége! Joey, gyere ide gyorsan. Próbálj meg eloldozni. Megpróbálom. Dobd el! Azonnal, különben megölöm a nőt! Nyugalom, csak nyugalom. Figyeljen rám, szenyor. Lelövöm még mielőtt ideje lenne megmoccanni. Elvágom a torkát. Vedd úgy, hogy meghalt. Sajnálom. Semmi baj. Ez meg.
Nyugodj meg. Semmi baj. Nyugalom. Gyerünk. Gyerünk, Joey. Gyere ide, fiam. Most már nem történhet semmi. Ugye mondtam, hogy visszajövök, és búvárkodunk. Megígértem, nem? Igen, papa, tudom. Jól van, jól van. Nagyon bátor voltál. Kösz, anya. Fenébe, Harry. Hol mászkált? Veszélyezteti az akciót, meg a családja életét is. Megyek és összepakolok. Hallgatom. Jones egy hajón tartotta fogva őket, nem messze. Oda mentem. Jones éppen nem volt a hajón, úgyhogy eljöttünk. Csak úgy simán elengedték. Harry roppant meggyőző tud lenni. Most hol van az a hajó? A vízen. Komiszárjó. Ne zavarjanak, mi történt? Dele Cortese. Köszönöm. A parti őrség jelentése szerint a kalipszó jacht leégett a nyílt vízen. A kalipszón voltak? Nem láttam a nevét. Elnézést, de most segítenem kell a feleségemnek. Várjon, Harry. Nincs vége. Az volt a terv, hogyha átadja neki a bőröndöt, elkapjuk Jones-t. Azt a bőröndöt. Baba púder. Keresővel ellátva. Megölték volna őket, ha rájönnek. Baines azt csinál, amit akar, de nélkülem én kiszálltam. Komisszárió, sarei molto grato se i vostri uomini potessero ridarmi la casa prelevato per avere il mio deposito dietro. Grazie. Kérhetek valamit? Ne menjen még el. Ne is próbálkozzon, Baines. Még nincs vége, Harry. John szabadon van, otthon nincsenek biztonságban. Nem hazamegyünk. Gyere, beállunk a sorba. Maradjanak még egy kicsit, nem sokára elkapjuk. Aggódom magukért. Őszintén szólva, Baines, maga szimpatikus nekem. De kérem, menjen el. Felejtsen el minket. Ne érjen a fiamhoz! Jól van, nyugi. Jól
Hazamennek. Biztosítsd a védelmüket. Rendben. Egy kis szerencsével elkaphatjuk Jones-t. Ránk fér egy kis szerencse. Elnézést kérek, előre engedne. Elnézést, uram, félreállna egy kicsit? Csak kérdezni szeretnék valamit. Kérem, asszonyom, nem tudja megmondani véletlenül, hogy honnan indul a milánói gép? Már is. A hármas kaputól. Arra van. Köszönöm. Drágám, rossz helyen állunk. Gyere! Hová megyünk? Ugye megígértem, hogy búvárkodni fogunk. Hm? Hát most megkapod. Ez szuper! Na igen. Egy éve legalább. John! Uram, hogy kerül ide? Most érkeztem. Gasszal éppen a régi időket emlegettük. Szóval Adolfo Jonesnak már megint nyoma veszett? Attól tartok. Velem jönne? Egy pillanat! Telefonáltam, hogy várják Gordiniékat a reptéren. Időben odaértek? Az embereink igen, de ők nem voltak a gépen. Hogy? Na de ki kísértük őket? Az utas listán rajta vannak, de nem szálltak fel a gépre. Itt maradtak. Ellenőrzöm a többi járatot. Majd értesítem. Persze. Adatok Mr. és Mrs. Gordiniról. A felesége sem civil? 2 évig volt a Fehérházban. Közelharcban legalább olyan jó, mint a férje. Gordini a tanára volt. Így ismerkedtek meg. A házasságuk után a nő leszerelt, Gordini pedig a sivatagi vihar után, magyarázat nélkül. Talán megunta az öldöklést. Miért van itt, uram? Átfakszolhatta volna. Riasztottam Párizst és Londont. 6-6 embert kérhet tőlük, ha szüksége lenne rájuk. Jövő héten fontos találkozó lesz. A helyben hagyási bizottság ülése. És én valami nagyon nagy fogást ígértem nekik. Megígértem nekik Adolfo Jones-t. Úgyhogy nem érdekel, hogy csinálja. Pontosan 48 órát kap. Gordinit nem használom Csalinak. Egyelőre akadémikus a kérdés, mivel fogalma sincs, hogy hol vannak. Azt tesz, amit akar. Legalább kitombolja magát. Jót tesz neki. Beszélnie kell a dologról, és jó lenne, ha bátorítanád. Igen, lehet. Nézd, Harry, az utóbbi időben én voltam mellette, úgyhogy higgy nekem, tudom, mi a jó neki, rendben? Most én is itt vagyok. Drágám, ne haragudj. Tényleg. Nem voltam fair. Jól vagy? Amíg biztonságban tudlak, addig igen. John! Megvannak! Autót béreltek. A nő nevére. Nem lépték át a határt. Köszönöm. Az országban vannak. Ettől tartottam. A főnök őket akarja Csalinak? Nem teszed meg, ugye? Ha megtaláljuk őket, megkérem Harryt, hogy segítsen nekünk. És ha nem fog? Tudod, mire használhatsz egy ilyen összetekert papírlapot? Munkanélküli ügynököket láthatsz vele. Halló? Igen. Murdoch. Itt vannak még.
maximum 4 órányi autóút Rómától. That mockingbird don't sing. Mama's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring don't shine, Mama's gonna buy you a diamond ring. If that Valentine's not sweet, Mama's gonna buy you a golden fleece. Do 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 do. Kozé, itt a célpontod. Látod? Világos, ugye? Nem szúrhatod el. Mennyire pontosan méri be? Úgy 50 méterre. Sokára hazamegyünk, ahol külön hálószobánk lesz. Mi van? Maradj itt. Apa, rajtatok nincs ruha? Nem nyilatkozom, menjenek innen. Hallottam? Mondták a hírekben. A hírekben? Igen. Jöjjön bele. Jones pontosan tudta, hogy hol vagyunk. Mondtam. Jöjjön. Amíg John szabadon mászkál, veszélyben vannak. Magasan kezdték a sorozatot, hogy időm legyen mindenkit a földre rántani. A többi golyó el se érte az ablak magasságát, tehát nem voltunk veszélyben. Vagyis barátom, ezt nem Jones tette. Akkor ki a fene? Azt hittem, maga tudja. Murdoch. A reptéren tehette a fiam hátizsákjára. A fiam hátizsákjára. Tudja, egyelőre még nem értem. Harry, dolgozzunk együtt. Két fickó horgászik egy csónakban. Azért ez jó pofa. Csalinak lenni. Semmi gyanúsat nem láttam. Az jó. Akkor nem feltűnő az a sok ügynök. Még 12 várja a riasztást. Biztos benne, hogy ez az Adolfo bukni fog rám? Igen. Az a cucc nagyon fontos neki. A fenébe. Mi van? A rendőrség. Hallásra.
Megkértem Delacortézét, hogy ne cirkáljanak itt. Úgy tűnik elfelejtette. Megyek, felhívom. Találták a helikoptert, úgy 50 kilométerre innen. Üresen. Sajnálom. Szeretném, ha most lefeküdnél és aludnál egy kicsit. Gyere. Most nem tudok aludni. Azért csak próbáld meg. Mrs. Gordini, elnézést, beszélhetnék magával? Hoztam önnek egy spéci szendvicset. És aki van nálam? Jól érzi magát? Egészséges? Nem vagyok szörnyetek, nem akarom bántani. Csak az árumat akarom. Szerezd vissza, Harry. Azután cserélünk a bőröndöt a fiadért. Talán nem bízol bennem? Gondolj bele, Gordini. Ha bántani akarnálak, már rég meghaltál volna. Különleges ügynöknek a Gordini ügyben lefoglalt kék bőröndöt. Várhatóan hajnali 2 órakor érkezik önökhöz. John Baines. Már várnak, Nash. Nem tudnak rólam? Nash, rendben. Jó estét, Monica Nash. A páncélterembe megyek. Arra van. Köszönöm. Nes, drágaságom, pont most küldtek. Te nem szoktál aludni, Nes? Csak nem hiszed, hogy ez érdekli a főnököket. Hmm.
Legközelebb, Nash. Mondd meg nekik, hogy itt van egy fix órarendünk. Megmondom. Igen, elhiszem. Viszlát. Mi a fene? Állítsa meg a nőt! Hé! Hé! Megállni! Megállni! Jenny! Álljon félre! Álljon meg! Jenny! Nem hallja! Álljon félre! Bement a követségre. Kábítószert lopott. Minimum 30 évet kap. Most mit csináljak magukkal? A komputeremet használták, ellesték a belépési kódomat. Úgy fogják beállítani, mintha falaznék maguknak. Legjobb lenne, ha visszavinném magukat. Azonnal. De nem teszem. Szóval... Tetszik vagy sem, részt veszek az akcióban. Túl fogjuk élni. Andate via! Abbiamo finito! Köszönjük, most már hazamehetnek. Grazie, domani. Buona notte. Viszlát! Jó, elmennek. De nem örülök. Nincs szükségünk rájuk. A fenébe, Harry. Jones emberei bármikor lecsaphatnak ránk. De nem teszik. Ez az utolsó esélyünk. Egyikünk megbolondult. Csak tudnám, hogy melyikünk. Nagyon félek. Sikerülni fog. Nem vesztegeted az időt. Látom, megértjük egymást, Harry. Lenne egy kérdésem. Mi akadályoz meg, hogy bemenjek és elfigyem a bőröndöt? Az, hogy nem mennél ki innen élve. Figyelj, reggel 7-kor az öbölben. Thank you.
Hé, te azonnal menj vissza a helyedre! Menj távolabb! Rendben van. És most, Harry, meghalsz. Meghalsz! Próbálja meg lélegeztetni, ha nagyon akarja. Jó vagy? Igen? Igen. A CIA főhadiszállása. Ezért kellett magának? Szükségünk volt rá. Szükségünk volt egy kémre a drogkartelben. A mi emberünk. Dolgozhat vele. És Gordiniek? Mindvégig őket szánt a csalétáknak. Tudom, tudom. Kellemetlen, de minden háborúnak vannak áldozatai. Áldozatai? Hé! Hová viszi azt a bőröndöt? Ó, nem, azt nem! Nyugalom! John! Azt már nem! Nem engedem, hogy visszaadják neki! Pénzügynök! Nyugalom! Ez felsőbb utasítás! Nem mondhatja komolyan! Hinniük kell Jonesban. Csak így csaphatunk le később a drogmafiára. Várjon! Szeretném, ha az a bohóc venné le rólam. Arra ugyan várhatsz. Vegye le róla a bilincset, John. Pénzügynök, megparancsolom, hogy vegye le róla. Köszönöm, John. Ó, és apropó, örülök, hogy ezután együtt dolgozhatunk. Van egy üdvözlési ceremóniánk az új munkatársaknak. Ugh!
És te hozod Jones. Ezt nem felejtem el. Megígérem. Szép volt. Nem kellett volna eljönnie. De igen. Nálam maradt valami. Vissza akartam adni. Nem is hiányoltam. Ezzel tartoztam a haveromnak, rozsomáknak. Hello, John. Hello, Mónika. Örülök, hogy látod. Én is örülök. Szóval, mi lett Jones-tal? Jones visszavitte a bőröndöt a megrendelőnek. De semmi gond. Az áru nem kerül az utcákra. Nincs börtönben? Még nincs. Újabban nekünk dolgozik. De mi megvédünk. Választhatok lakhelyet. Már megtettük. Magyar hangok. Selmeszi Roland, Zakariás Éva, Kesztesi Károly, Szalai Csongor, Várkonyi András, Reisenbüchler Sándor, Dimulász Miklós, Rudas István, Szalai Imre, Koncz István, Varga Tamás. Magyar szöveg Szelistjei Barbara, hangmérnök Schriffert László, vágó Magyari Zsigmond, gyártásvezető Szász Andrea, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront a Fórum kiadó megbízásából a Synchron Systems készítette.